Somorjai Ferenc zenetanár karnagy 1963-tól 2009-ig Székesfehérvár zenei életének meghatározó személyisége volt. Tanárként, kórusvezetőként és a komoly zenei koncertek szervezőjeként emlékezhetünk rá. Tanítványai, barátai és tisztelői segítségével mától egy méltó síremlék őrzi emlékét. Szimbolikus alakja Székesfehérvárnak és Székesfehérvár kulturális művészeti életének a tanár úr, és nem véletlen az sem, hogy halálát követően szinte rögtön elkezdődött az a kis civil összefogás, aminek az eredményeképpen lehetünk itt ma a temetőnél az ő sírjánál, azaz az ő utódai is úgy gondolják, hogy az ő emlékét ápolni az egy közös felelősségünk. Drahos Béla Liszt Ferenc díjas fogola művész őrzi azt a mesterpálcát, amelyet Somorjai Ferenc, a legendás Ferencsik János karmestertől kapott még 1941-ben. Mondhatom olyan nekem, mintha gyerekkorom óta mellettem lett volna, hisz nem volt olyan zenekari próba, vagy olyan koncert, ahol ne látott volna el jó tanáccsal, tényleg atyai gondoskodással viseltetett egyrészt a zenekar iránt, én irántam. A síremléket Kis János nagy prépost szentelte fel. A megemlékező műsorban valamennyi székesfehérvári kórus lerótta kegyeletét, tisztelegve Somorjai tanár úr életpályája, szakmai kvalitásai előtt.